Autósok, akik megpróbálnak szabályosan és lehetőleg egymás veszélyeztetése nélkül lavírozni az árkád melletti körgeometriás csomópontban. Általában itt is sok a gyorshajtó és a vezetés közben mobilozó sofőr. Ezek a legjellemzőbb közlekedési szabálysértések, amiket már eddig is szigorúan büntettek a rendőrök. Egy mobiltelefon használata vagy egy bukós isak. Ez most a rendőr, hogyha a helyszínen szabja ki, ő mérlegelési jogától függen 3000 és 20000 forint között szabhatja ki a helyszíni bírságot. Ha ezt az összeget nem fogadja el a szabálysértő, akkor feljelentést tesz. A szabálysértési eljárásban már 3000 és 150000 forint közötti összeget lehet kiszabni. Akkor van egy másik eset, ami nem helyszíni bírsággal sújtható, hanem ez a bizonyos közigazgatási eljárás, ami 2011. júliustól egy drasztikus változáson esett át. Ilyen esetekben viszont már nincs mérlegelési joga a rendőrnek, hanem fix összegű tarifák vannak. A tarifák pedig csak emelkednek a tervek szerint drasztikusan. Április 15-től például 50000 forintra nő majd a helyszíni bírság plafonja, a szabálysértőkre pedig bizonyos esetekben közel félmilliós pénzbüntetés vagy 90 nap elzárás vár. De ha valaki halmozottan követel szabálysértést, vagyis mondjuk nincs bekötve és közben még mobilozik is, büntetése 225000 forint is lehet. Még rosszabbul járnak, akit 2 éven belül legalább 3 eljárásban marasztalnak el. Áprilistól egyébként az eljáró hatóságok köre is változik. Az általános szabálysértési hatóság ugyanis a jegyző helyett a megyei kormányhivatal lesz. Elzárás esetén pedig már a törvényszék néven működő egykori megyei bíróságok döntenek.